Hello srácok, sziasztok! A mai videóban pirománkodunk. Mert pirománk vagyok, sajnos. Nem játszottam még ezekkel a játékokkal, de kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Ez egyébként egy telefonos alkalmazás, csak én most gépen játszok velük, a BlueStacknek hála, és itt vagyunk. Itt kiválaszthatjuk, hogy melyikkel akarunk itt robbantgatni. Aha, kezdjük a csillagszóróval. Itt a gyújtó, nem gyulladt be. Begyulladt! Éj! Ég a csillagszórónk! És most ezt végignézzük, mert izgalmas nagyon. Nyap. Hát igen, srácok. Ez egy ilyen videó lesz. Melyik legyen a következő? Azt akarom, hogy a legkisebbektől a legnagyobbak felé haladjunk. Ez itt ilyen francia gyertyának. Nem francia gyertya. Hogy is hívják ezt? Római gyertya. Valami mindig franciát mondok helyette. Ez szerintem egy római gyertya lesz. Igen. Nézzük. Ezt tudom mozgatni? Nem. Mi? Ó, de ez... Ez mi durran? A római gyertya az nem durran. Az csak lő. Mármint amikor lő egyet, akkor persze durran egy picikét, de amikor... Na ott a végén nem durran, amikor fölér. Melyik legyen a következő? Gyújtsuk be ezt az úriembert. Menj, rakéta! De remélem nagyobbat fogsz durranni. Nézzük. Aha. Nézzük, itt a másik oldalon már vannak. Ó, ez itt jó lesz, de még nem az jön. Ez egy kis petárda, szerintem. Az lesz az. Jaj, dobd el, ember! Lerobban a kezed! Bum. De most... Komolyan ez a játék? Srácok, ez egy játék? Hú, nagyon félek, hogy mit fogok ezért kapni tőletek. Na, de komolyan mondom, mi ez? Oké. Srácok, légy szó, írjátok már meg a véleményeteket, hogy... Hogy ez vállalható valamilyen szinten, vagy inkább soha többé ne csináljak ilyet. Horgászunk. Menjünk inkább horgászni, azt mondja a számítógép. Meg is kaptam választ. Nem, mert most jön a dinamit, a nagy boom. Nézzük, te mit robbansz. Durranj! Ennek már volt hangja. De most nézzük ezt a nagy hordót. Ami nem hordó, inkább egy vödör méretű, de nézzük, mit robbansz. Jó, hogy ez tűzijáték kilövő, ez egy telepes, aha, azt hittem, hogy egy nagy, tele van puskaporral, aztán ez fog robbani a legnagyobb, de nem. És ez ennyi volt, kifogytunk. Aha, itt van egy másik hasonló játék, de ez már látványosabb lesz. Mi? Ja, hogy ez ennyi, hogy ahova klikkelek, ott tűzijáték. És hogyha folyamatosan húzom, ó, de adja. Tényleg amúgy kívántam már nektek boldog új évet? Mert szerintem nem. De most akkor pótoljuk be. Boldog új évet, srácok! Ez az. Robbantsunk. Ez kell a népnek. Érzem én, hogy ez kell. Wow. Ez amúgy tényleg elég jól néz ki így. Ja, tipik egy olyan játék, hogy 2 perc múlva jön a busz, gyors nyissuk meg. És itt vagyunk most az utolsó robbantgatós játékban. Ez tűnik eddig a legkomolyabbnak. Na és itt végre szépen sorba vannak rakva a legkisebbtől a legnagyobbakig, amik le vannak lakatolva. Really, nigga? És videónézéssel föl tudom állokkolni. Really, nigga? Óha. Komolyan végig kell még néznem ennyi videót? Hát jó van, srácok. Miattatok bevállalom. De majd később, egyelőre kezdjük el itt a legkisebb dinamitnál. Gyújtsuk is be. Hogy kell? Ja. Véletlen sincs ott egy ekkora nagy piros fire gomb. Na jó, nyomjunk rá. Begyulladt. Hűha. Jó volt, tetszett, igen. Ne, miért? Nem kell hirdetés. Ó, itt ennyit fogunk begyújtani egyszerre? Ne mondd komolyan. Na nézzük. Miért fogtok robbanni? Boom. Nekem eddig ez a robbanás volt a kedvencem. Itt a következő, ami elég jól néz ki. X-bomb! Te mit tudsz? Mutasd! TNT. De én azt hittem, hogy legalább lesz valami különbség majd itt a robbanások között, a hangon kívül. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme van. Megatron. Nézzük, Megatron, könyörgöm. Te csinálj valamit. Megatron. Miért? Be van fagyva a játék! Mi a franc? Ez a játék hogy? Hűha. Ez már egy komoly nagy bomba. Nincs hang. Hát de akkor... Hát de nem áll, így most nincs különbség akkor a bombák között, ha eltűnt a hang. Tényleg, hova tűnt a hang? Miért? Most miért nincs hang? Értem, miért nincs hang? Ott lent mutatja, hogy ott tudok rá vissza újra hangot adni, és ha arra rányomok, akkor ez nyílik meg. Ez itten.
hogy töltsem le ezt is. Mekkora trash. És komolyan ilyeneket kell végignéznem ahhoz, hogy aztán lássak egy gagyi robbanást. Könyörgöm. És nézd meg, visszatért a hang. Visszatért a hang. Ez már nagyot szólt. De srácok, nem azért ért vissza a hang, mert rányomtam erre a kis ikonra itt alul, mert ezelőtt is rányomtam már, csak azt kivágtam a videóból, és akkor meg nem tért vissza, tehát ez érthetetlen. Ez az hirdetés. Pedig csak visszamentem a menübe. Na nézzük, Titán. Nem látok különbséget. Ne már. Nézzük, Fire. Ajaj, ebből egy nagy boom lesz most. Itt most... Szerintem nem mondok újat azzal, hogy csalódtam. Hogy én most mennyit keresek a játék készítőjének? Mi történt? Nyap. Ez az összeállítás már tetszik. Na menjen! Itt igazából a hang. A hang, amire figyelni kell, arra jöttem rá. Vagyis igazából erre már az elején is rájöttem, csak most bizonyosodott be igazán, hogy tényleg, itt csak a hang különbözik. De miért? Miért nem tudnak egy normális robbantós játékot csinálni? Tényleg ti srácok, nem tudtok valami jó robbantós játékot? Mert akkor azt megírhatnátok kommentbe. Aztán lehet, hogy kipróbálnám. Sőt, nem is robbantós játék, hanem akármi jó, érdekes játékot, amit tudtok, és szívesen látnátok videóba, azt írjátok meg kommentbe. Vagy ha már látjátok azt a játékot kommentbe leírva, akkor ne írjátok le léci újra, hanem inkább lájkoljátok be azt a kommentet, ami tetszik nektek. Hordók, remélem azok most már tele vannak puskaporral, és nem tűzi játékot lőnek ki, mint az előző előtti játékban. Ó, hát ez még be is törte a képernyőt. Na végre valami új. Aha, na ez már egy szép összeállítás. Na nézzük. Hú, már be is laggolt a sok effektől. Nem bírja a gép. Mármint a gép az bírja, csak nem tudom, ez a BlueStack alkalmazás, vagy maga a játék van bénán megcsinálva? Én a legutóbbira tippelnék. Nézzük, utolsó robbanás. Oda se akarok nézni. Túl érdekesen hangzott. Muszáj volt meglesnem. Semmi. Ne haragudjatok, srácok. Bocsánat, hogy elloptam az időtöket. Hogy máskor lehetőleg ne legyen ilyen, nagyon nézegetni fogom azt a komment szekciót, és rákeresek kb. Minden játékra, amit leírtok. Viszont ez a videó most ennyi volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor... Nem, ezt inkább most kihagyom. És legyen további szép napotok. Sziasztok!